Amerikaiak millióihoz hasonlóan Giselle is munkanélküli lett a gazdasági válság kezdetén. Mikor a megtakarításai elfogytak, tudta, hogy csak egy megoldás létezik. Giselle Aguiar örömmel költözött át az arizonai Phoenixbe, ahol egy marketing cég középvezetői állása várt rá. Jó élete volt, ám a 2008-as válság során munkahelye egyik napról a másikra megszűnt. Az életem romokban hevert, pedig még nem is voltam hosszú ideje munkanélküli. Hamarosan felélte megtakarított pénzét, és nehéz lett fizetni a számlákat. Több mint egy hónapja voltam már munkanélküli, kifogytam a pénzből, és a bankok állandóan telefonáltak. Semmi kedvem nem volt ezzel foglalkozni. Ugyanakkor tudtam, hogy csak Isten segíthet. Ő az, aki ki tud engem húzni ebből a veremből. Ekkor tájt csak ritkán adakozott a gyülekezetben, ám most megfogadta, rendszeresen fizeti a tizedet. Isten azt mondta, tegyük őt próbára. Hát úgy voltam vele, hogy próbára teszem az Urat. Nem tud más segíteni. Elhatároztam, hogy minden pénznek, ami a bankszámlámra jön, a tizedét Istennek adom. Bármennyi jött, a tizedé az Úré volt. Az első segélynek is levette a tizedét. Azonnal írtam egy csekket a gyülekezet részére. Nem sokkal ezután jött egy 4 hónapig tartó alkalmi munka lehetősége. Több ajánlat is érkezett, de egyik sem volt teljes munkaidős állás. Ezért 2012. januárjában önálló média tanácsadói vállalkozást kezdett. Még mindig hűségesen fizette a tizedet. Fél év után munkaidejét teljesen kitöltötte a vállalkozása. Egyre több ügyfelem lett, és elég sokat kerestem ahhoz, hogy megéljek belőle. Elértem a célom. A CBN számára is elkezdett adakozni. Láttam a harmadik világ falvairól szóló történeteket, ahol még az ivóvíz is nagy problémát jelent. Mi pedig magától értetődőnek vesszük, hogy kinyitjuk a csapot és ihatunk. Részese akartam lenni a kútépítéseknek. Ma az üzlete virágzik. Nem kellett sem különböző szervezetekhez csatlakoznom, sem reklámra költenem. Az internetet használom, és egyre többen keresnek meg. Szinte az ölembe hullanak az ügyfelek. Hiszi, hogy Isten azért áldotta meg a munkáját, mert ő is hűségesen adakozott Isten munkájára. A mindennapi logika ennek teljesen ellentmond, tényleg. De Isten azt mondja, hogy ne a saját logikánkra, hanem ő rá támaszkodjunk. Mindenkinek ki kell ezt próbálnia. Bízzon Istenben, mert ez valóban működik.